ilyen rekordkísérlettel ez idáig még nem próbálkoztak. A helyszín a péterrévei lövölde lesz, amely megfelel a szervezők elvárásainak, és elmondták, hogy ennek az ötletnek a megvalósításán már több mint 3 éve dolgoznak. Sokáig gondolkodtam azon, hogy hogyan tudunk egy olyan dolgot alkotni, vagy egy olyan dolgot létrehozni, melyre azért a szélesebb körbe felfigyelnek, szóval nem egy egyszerű falunap, vagy nem egy egyszerű hangverseny, hanem egy olyan dolog, amire azért, ha az ember meghallja, akkor kicsit felkapja fejét, hogy hú, ez hol van, vagy ez hol történt. A tamburások nem csak Vajdaságból érkeznek, hanem Magyarországról és Horvátországból is. A szervezők egésznapos programmal készülnek, a rendezvényt pedig ingyenesen látogathatják az érdeklődők. Délelőtt lesz egy csirke paprikás főző verseny, egésznapos gyermekprogramok, melyek szintén ingyenesek. De ide tartozik, még jön a gyermekekhez bűvész, aki nagyjából egy óraosztás előadást fog tartani a gyerekeknek. Interaktív előadás, szóval a nézői bevonás fog történni. Egésznapos kultúrfellépések, tambura koncertek. Az esti programban a Szegedi Florists együttes és a Törökbecsei Csányi Angyalai zenekar szórakoztatja a vendégeket.